Hello, how'd you do? I'm not broken up, just split in two. Hope you're fine. Friends of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. I was broken. How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Emptied out my soul. You've heard it all before. Most nem leszek egy pár napig. Én már be is foghattam mindent. Megnéztem a leggyorsabb útvonalat. Most? Megint úton a kis család. Itt reggel 6 óra van. És kitaláltuk a csajokkal, hogy elmegyünk egy ilyen napfelkelte jógára, úgyhogy a családunk bent alszik a házban, de én elindulok a terasz felé, ha elvileg minden igaz, a többiek is jönnek már felém, és lesétálunk a medencéhez, mert ott lesz. Aztán meglátjuk, kinek sikerült felkelni. Vagyunk a jógán. Zseniális volt, bár hát az én tudás szintem az nem ütötte meg ezt az oktatói szintet. Nagyon-nagyon kemény volt. Főleg ezek a planking dolgok, nekem a felkarom, karom annyira nagyon nem erős, mint amilyennek kellett volna lennie hozzá, de nagyon-nagyon szuper volt. Itt egyedül sétálgatok vissza. Ittunk a lányokkal, utána egy kis kávét tettünk, egy kis péksütit, úgyhogy most így kezdődik a nap itt a spa. Gyönyörű időnk van most is. Ennyire korán egyszer sem keltünk, amit egyébként sajnálok, mert sokkal hosszabbak lettek volna a napok, mert nyilván akkor a testéket nem bírtuk volna ennyire jól, de azért ez a kis sport, utána kis levezetés, kávé, reggeli nap felkelte, ez azért így szenzációs. Nagyon szép, nagyon jó. Tehát ott tartottunk, hogy is telnek a nehéz napjaink itt a Maldív-szigeteken. Ugyebár a reggelit azt már láthattátok, ahol el szoktuk fogyasztani a reggelit. Utána mindenképpen lejövünk ide, megpróbálom ezt nektek megmutatni, átfordítom a kamerát. Ez itt a helyi bár. Itt viszonylag sok időt töltünk. Itt el szoktunk reggelente fogyasztani egy kávét. Kávét. Nevezzük kávénak. És közben megérkezik általában Mari is, aki mindenféleképpen szeretne egy kicsit szerepelni. Ő Mari. Szeretne szerepelni! Majd alul feliratozzuk az elérhetőségét. Közben megiszuk itt a reggeli kis kávénkat, el szoktuk dönteni, hogy mi is legyen a következő program, ami ma nem lesz más, mint hogy Ági elmegy végbordozni egyet. Ha minden jól megy. És miért nem menne jól? Mint ahogy mondtam, úgy volt, hogy ma wakeboardozunk, meg jetskizünk, meg ilyesmi. Hát ez holnap lett, vagyis a mai ma, mert hogy tegnap az egyik úriemberrel, aki velünk van, történt egy kis baleset, viszont is uvárkodás közben felsértette a lábát egy korral, úgyhogy össze kellett neki varni, és a többi, de na aggódjatok, már jól van. De a wakeboardozás sem marad el, itt van mellette Mági. Veszi fel a mentő mellényét. Ha menteni kell, akkor meg legyek mentve.
Na, ott vagy, Ági. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. To my friends, think I'm lame. Since I met you, I am not the same. It was not meant to be a fairy tale with a happy end. Girl, you take care now. I hope we can be friends. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you... Feni élete első jazzkizése fog most megtörténni. Nagy az izgalom. Ennél jobb helyet nem is találhattatok volna hozzá. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time. I'm not broken, not broken, not broken. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Nagyjából minden délután ilyen 3 óra környékén van egy ilyen fél, egy órás program a gyerekeknek a Kids Clubban. Egy nagyon kedves hölgy, úgy hívják, hogy Nadi, ő a babysitter. Ő tartja nekik mindenféle ilyen kis elfoglaltságot. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Got it all figured out, wanna do this right. Mit csináltok, Izzi? Muffin! Dekoráltok? Igen! Úgy, de piszkos a kamerám. Gyerekek a Kids Clubban, milyen jól nézek ki! A gyerekek a Kids Clubban éppen Cupcake Decoration programon vannak, vagyis muffint díszítenek, mert Csabival hívunk egy kicsit felkerezni, úszkálni, és kipróbáljuk a telefonokat, hogy mennyire vízállóak, hogy működnek a vízben. How I shiver inside, doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused. Turning gold into sand, don't know what you do to me. The things I would say, now I keep rambling.
Benedikttel eljöttünk egy jó kis apa-fiú programra. Pecázunk. Ott van rajta, kicsit ráncsuk be neki. Szóval egy apa-fiú program vagyunk, mégpedig... Pecázunk, mutasd meg a szerszámot. Igen, itt egyszerű eszközökkel csinálják. Igazából ez egy ilyen orsószerű valami, amire fel van tekerve a Davil. Ez csak igen. És hallal pecázunk. Valahol lent van elvileg most a csalink. Mennyi? 12,5 méter mélyen van a csalink. És nem vagy elég vidám ezzel a pecázással, Bubesz. Ez türelem játék, addig itt ülsz, dumálgatsz öregeddel. Ez a mozgatjuk itt a izét. Csalit. Könnyebb pecam ott. Jó, hát egy jó felszerelésen nyilván könnyebb. Hoppá! Hoppá! Ne haramod! Na srácok, meséljétek el, hogy mi történik. Nem fogunk haladni. 3 méteren horgászok. Lengettük majdnem az egészet. Igen, aztán na. Aztán ráharapott az enyémre egy hal. Enyém milyen koromat lőtte? Yes. Nem. Elhagyjuk az első horgász pozíciónkat, mert úgy tűnik, hogy itt senkinek nincsen szerencséje, hogy vasocska. Kis pozíciót váltottunk viszont, amiért megéri eljönni ide horgászni. Ez a mesés naplemente. Amíg a fiúk elmentek a Sunset... Mire mentek, Henny? Fishing. Sunset fishingre mentek. Addig mi anyukák így úgy döntöttünk, hogy itt maradunk, és váltunk néhány koktélra. Itt lecseréltük a család felét a bárpultra. Meg ezekre a kis... Mit iszunk, Henny? Nem tudom, de nagyon finom. Vizet természetesen, szénsavas vizet. Dani egyedüli apukaként itt maradt velünk, úgyhogy Dani ő megengedetten egy koktélt iszik. De azt oda képzeljük. Na a gyerekek meg addig. Itt egy mátékánk, édes drága bogarunk, itt mászkál, járkál, eszik egy kis kókuszt, feltörte magának. Ott tartunk, hogy mi voltunk az elsők, de közvetlen utánunk megtörtént a második halfogás is. Egyébként a második jobb volt, a miénk egy ilyen... Ragadozó. Vagy gyerekhal, vagy valami nagyon pici, nem tudom micsoda. Ragadozó! Ez sügér? Nem tudom. Sügér! Olyan cukika. Honnan tudjátok ilyet itt a halakhoz? Szerintem ez sügér! Lara! Lariko, fogtunk! Nem biztos, hogy sügér. Lassan, Lara, ha kijössz! Őt fogtuk egy kis valaki akarja nézni a halat, amit fogtam? Szerintem ezt vissza kéne dobni a vízbe. Nem akarom, meg akarom menni, bocsánat. Benny, ezen egy gramm hús nincsen. Nézd meg, milyen pici. 4 gramm legalább. Na gyere, kérdezzük meg, hogy ez mi ez a hal. Ja. Na. Nem halunk éhen, gyerekek! What is this fish? Oda. Ez egy pirul. A kis hal is ponty. Mit szoktál hozni? Hogy hívnak ilyen kis csap? Kis csap, a kis hal. Megvan! Még egy hal! Ó, gyerekek, hát csak úgy jönnek a halak. Féllábú barátunk cápát fogott, gyerekek! Teker, Robi, keményen! Elbírsz vele? Ocsé! Ez ugyanaz! Mérgező! Fotó! Fotó!
szép. Na jó, vagy egy csomó mérgező halat fogunk. Ez a sors. Mitől mérgező ez a hal? Ki tudja? Ha valaki tudja, akkor az írja meg kommentben. Már is intézem. Sőle, meg a szám. Már megint? Olyan gyors hibú vagyok harmadikban. Olyan gyors vagyok, mint a na, Benny, mekkora halat fogtunk? Elsős meg a legnagyobbat. Nem, még nem sok ügyek megjelni. Ez már majdnem egy pálna. Ó, ebben van először. Ugye? Oda mész vele? Csinálunk fotót? Ez is végező? Ebben van. Slide. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Should work it out before I'm too in love.